Krisztián, Na, akkor szerintem kezdjük ezt. Szia, én amúgy Szabó Tamás vagyok, beszéltem egy pár szót, mi nem ismerjük egymást. Annyi, hogy az Orsit azt ismerem, a Schmidt Orsit. Te vagy az edző. Igen, igen, Peti igen, a igen. barátom, jaj. Igen, azt tudom, tudom, még nem találkoztunk. Lehet, hogy versenyen találkoztunk Lehet. már, csak... Bocsi, a kicsit ilyen ízés a hangom, de beteg állományban vagyok, aztán Krisztián mondta, hogy nem mondjuk le, mondom, fiam, már megbeszéltük ma, akkor ne. Sziasztok, srácok, ez lehet a célvonal a következő része. Most az a szitu, hogy van egy olyan ismerősöm, a Réka, aki éppen autóból fog bejelentkezni hozzánk, és mit ad Isten, hát ő is volt Konán 2016-ban. 2016, igaz? Igen, 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 Igen. sziasztok. És a Spirit csapatban dolgozik, mint edző, és vele fogunk most beszélgetni egy kicsit Konáról, és utána pedig egy versenyről, amit a Spirit rendez idén másodszorra. Úgyhogy hello Réka, üdv itt nálunk. Itt van Tomi is, Tomi most beteg. Nem azért van lefagyva, mert beteg, hanem nem akar beszélni senkivel se. De akarok, hogy Krisztián fog többet dumálni, úgyis szeret dumálni. Főleg, hogy mostában, amikor baromi sok videót vágtam, és észrevettem, hogy csak én dumálok, Krisztián meg nagyon ritkán, úgyhogy most bepótolhatja. Ja, megpróbálok majd többet beszélni. Na, szóval itt van Brassai Réka, Spirit Team. Hello, Réka! Sziasztok, sziasztok! Bevezetés lökhetnél a srácoknak, akik minket néznek. Ja, és köszi szépen mindenki, akik feliratkozik meg, majd nyomja a lájkokat. Az ilyen törzsnéző, Emese, Bálint, ki volt még? Nem tudom, Schmidt nagyon Peti sokan az is voltak, nehogy nézve. kihagy valakit. Ja. Ja, nem Mindenkinek tudod, de köszönjük, hogy néztek. mindenkinek köszi. Ja. Jön Réka, figyelj Réka, akkor most rólad lesz szó, úgyhogy mesélj egy kicsit magadról, hogy kezdődött nálad ez az őrület. Sziasztok még egyszer, Brassai Réka vagyok, aki nem ismerne. Igazából én már kifutó pályán vagyok, korábban voltam triatlonista, triatlonistának mondható emberke. Most már csak a napi rutinom része a sportolás, illetve a Spirit SC-ben, mint edzőként, a Veszprémi Spirit SC-ben, mint edzőként tevékenykedem, és adom át a tanultakat, a tapasztalataimat a gyerekeknek. Innen is üdvözöljük Schmidt Orsit. Szia, Orsi! Hajrá! Schmidt Peti és Schmidt Orsi is hozzám tartoznak. Nálam a triatlon igazából úgy indult, hogy én futóként kezdtem 8 éves koromban. Azt hiszem, hát, ja, 8-7-8 éves koromban a Veszprémi Egyesületnél, ami most a Vedac néven fut. Majd hát hosszas sérülések után és sok-sok vívódás után, amikor gyermek voltam, rengeteget voltam sérült, úgy döntöttem, hogy lehet, hogy ki kéne próbálnom a biciklizést is, hogy hát, ha attól nem fogok lesérülni. És akkor így indult igazából az egész őrület nálam, hogy nekiálltam biciklizni, kaptam a férjemtől egy Mali biciklit, egy ilyen acélvázas kis bringát, imádtam, de hát ez még az ilyen nagyon hagyományos bicikli, a geometriája is, meg egyáltalán az egész kis bringa. És akkor így szépen bele-bele folytam a dolgokba, elmúltak a sérülések is, és megindultam először a duatlon irányába, aztán kiskoromba úsztam is, és akkor mondták, hogy jó lenne, hogyha azért a vízzel is újra barátkoznék. És akkor nekiálltam az úszásnak is kisebb-nagyobb sikerrel, de hát mondanom se kell, hogy azért ott volt lemaradásom mai napig, nem a kedvenc számom itt a triatlonban. És hát megismerkedtem Csomor Erikával, aki aztán országos cimborám lett, hogy így mondjam, hogy szokták ezt mondani, és megkezdődött a komolyabb munka vele.
a csapatával, illetve az ismerősökkel, és aztán már válogatott lettem, és akkor így bele kerültem a duatlon triatlonos életbe. Most itt átkapcsolok egy kicsit a mostani életembe, hogy a gyerekeknek is, akikkel foglalkozom, a gyerekekkel foglalkozom heti szinten, felnőttekkel is, nekik edzéstervet írok, de a gyerekekkel így heti szinten, heti 3-4-szer töltök időt, tartok nekik edzést, és azt szeretném nekik átadni, és azt szeretném, hogyha azt látnák, hogy a sport az egy csodálatos dolog, hiszen annyi barátot és annyi ismerőst szerezhet az ember ezáltal, és olyan kapcsolódási pontokat, amik az egész életét végig kísérik. És nekem is az egész pályafutásom alatt, amíg sportoltam, rengeteg emberrel ismerkedtem, meg mai napig nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot, és ez a sport szeretete egy olyan dolog, amit az ember szerintem, hogy az életében megtapasztalhat, azzal rengeteget kap az élettől, és ezt szeretném nekik átadni, hogy érezzék azt, hogy milyen jó helyen is vannak, hogy sportolhatnak és tudnak sportolni. Dióhéjban ennyit így az előzményekről. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy én milyen eredményeim vannak, vagy mit értem el így a pályafutásom során. Igazából az egésznek a csúcsa ez a Hawaii volt, amit én így zárásnak is gondoltam a pályafutásomban. A szlótot azt hol szerezted meg, melyik versenyen? Hát én Frankfurtba mentem, ez úgy volt, hogy akkor kicsit mesélek az elejéről, így a duatlonos életemről, és akkor úgy át tudok kapcsolni, hogy jött ez az Ironman SD igazából. Ott fejeztem be, hogy válogatott lettem a duatlon sportákba, és akkor Erikával, ő már akkor világbajnok is volt duatlonba, kaptunk meghívást Maláziába, voltunk Ausztráliába, a VB-n is közösen, itt a bajaiakkal és a budaörsi csapattal mentünk, illetve aztán egy csomó helyre eljutottunk olyan helyekre, ahol versenyezhettünk így a duatlonba. Volt egy nagyon jó sztorink, amikor Erika felhívott, hogy na, megyünk edzőtáborba? Hát mondom, mehetünk, hova megyünk? Egy hét múlva indulunk, egy hónap. Mondom, az nem kevés, de menjünk. Bepakoltunk egy kocsiba, azt hiszem egy kis korza volt, de két üléses, és hátulra meg be tudtuk rakni a bringát, Forrémóba mentünk föl Franciaországba, beraktunk korcsolyát is, mert tudtuk, hogy van korcsolyapálya is, biztos, ami biztos, és neki indultunk, de közben kitaláltuk, meg kaptunk meghívást Dániába a hosszú távú duatlon világbajnokságra. Hát erre ugye nagy esélyekkel indult, de előtte elindult egy monti versenyen, ahol összetörte magát, és eltörött a szedcsontja. Na most úgy mentünk az autópályán, hogy ő így összeszorította magát, és úgy vezetett. Aztán mondtam neki, hogy ez így nem lesz jó, mert 60-nal megyünk, soha az életben nem fogunk odaérni Dániába. És átvettem a kormányt, és akkor elindultunk. Na de aztán a kocsiba derült ki, mert én azt se tudtam, hogy most hova megyünk, vagy mit versenyezünk. Megkérdeztem a kocsiba, hogy mégis mennyi lesz a táv? És akkor mondta, hogy hát 20 kilométer futás, 150 kilométer bicikli, és 10 kilométer futással megfűszerezve a vége. Hát mondom, az jó lesz, de hát én még annyira nem bicikliztem 150 kilométert, na de hát próbáljuk meg.
Hát Dánia azért egy elég szeles ország, úgyhogy én majdnem meghaltam. Úgy eléheztem, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ezeket a hibákat nyilván az embernek át kell élnie ahhoz, hogy legközelebb ne csináljon hülyeséget. Szó mi szó, a vége az volt, hogy Era már állt a dobogón, törött szegcsonta, harmadik, második lett, vagy harmadik. Én a tizedik helyen botorkáltam befele, de pont a célvonal előtt elestem, és ki is rohantak elém, és behúztak egy mentősátorba, ahol kb. Újraélesztettek. Így indult a hosszú távú pályafutásom, így duatlonba. Na és aztán utána, mikor végeztünk a versennyel, utána leutaztunk Franciaországba, ott voltunk 3 hetet, edzőtáboroztunk magaslaton, és akkor hazafele pedig Ausztriába álltunk, meg egy duatlon szériát csináltunk. Arra már nem is emlékszem, de azért az már jobban ment. És akkor utána így elindult a dolog, már jobban tudtam figyelni a frissítésekre, az edzésekre, tudtam, hogy mire vagyok képes. Igazából nálunk még nem volt ilyen, vagyis biztos, hogy volt, csak nem ismertük meg, meg nem foglalkoztunk konkrétan vele a wattméréssel, inkább a pulzust figyeltük, aztán a későbbiek során mi is fejlődtünk ugye a technikával, és akkor volt wattmérőnk, ami azért rengeteget segített a felkészülésben. Fontosnak viszont tartod a wattmérést, nem? Nagyon fontosnak, akik nálam vannak, és edzéstervet írok számukra. Náluk nem mindenkinek, de nagy részének van wattmérője, és ők ugye egyedül edzenek, tehát a wattmérő egy edzőtárs is valahol, és tudott, főleg a hosszú távú sportban nagyon nagy, tehát a hosszú távú triatlonban, biciklizés során rengeteget számít. Én is így készültem aztán annak idején Frankfurtra is, meg Hawaii-ra is wattmérővel, de azt hozzá kell tennem, hogy azért gyerekként, meg amikor már komolyabban futottunk, meg bicikliztünk, nagyon fontos szerintem az, hogy az ember megismerje a testét, és legyenek saját érzése, és ne csak az óra mondja meg, hogy most mit érzek, vagy hol járok, vagy egyáltalán, mert hát sokszor a gyerekeknek nem is ajánlod, nem? Hogy legyen órájuk. Mert sok edzőnél azt hallottam, hogy ők nem szeretik, hogyha a gyerekem van óra, mert akkor ilyen kényszeresek lesznek, meg stressz helyzetet okoz náluk, hogy állandóan csak az órát figyelik. Nincs is ahelyett, nekik, meg nem is mondom még nekik. Tehát majd először én azt gondolom, hogy szeressék meg, legyenek elszántak, legyenek motiváltak, és hogyha eljutunk egy olyan szintre, akkor azt gondolom, hogy vissza kell ellenőriznem, mert azért túl lehet őket hajtani akár, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember megismerje a saját testét, és tudja, hogy hol vannak a határok, vagy a határon túl tudjon lépni, tehát az is kell szerintem. Szóval mennyi sráccal foglalkozó Réka, azt lehet tudni, hogy mekkora az utánpótlás nálatok? Gyorsan, olyan 20-25, hát 30 fő. Az nem rossz azért. Hát nehéz így nekem koordinálni, mert egyedül csinálom így a bicikli futást, az úszásba mindenképp kellett azért segítséget kérnem nyilván, mert magam se vagyok egy nagy úszó, úgyhogy nyilván ezt nem akartam így felelősséget ebben vállalni. Úgyhogy olyan 25, hát 20-25, 25-30, hát azért a gyerekek jönnek, mennek, változó, hogy éppen milyen program van, vagy hogyan alakul a kis életük, úgyhogy igen. Na és akkor azt visszatérve, hogyha így folytathatom, akkor hát Erával ugye rengeteget versenyeztünk, aztán én terhes lettem. Ja nem, bocsánat, nem. Nem, hanem kikísértük Erikát. Hogy is volt? Nem, bocsánat, hülyeségeket beszélek. A kilány.
hogy egyik évben elhatároztam, amikor már több versenyen részt vettem, egyik évben 5 darab féltávot csináltam egy évben, és akkor így felmerült a kérdés, hogy most itt féltávozok meg, miért nem próbálom meg az Ironman-t? És akkor minden évben, ami 15 éven keresztül ott voltunk Nagyatádon szurkolni, és végignéztem az összes ismerőst, hogy hogy frissít, hogy versenyzik meg, nem tudom. És akkor gondoltam egyet, hogy na, akkor lediplomáztam, és akkor na most nekiállok. És akkor beneveztem Nagyatádba, ez júliusban történt, mert akkor még lehetett értsenni, hogy júliusban kitaláltam, és augusztusban volt a verseny, augusztus végén volt akkor még a Nagyatád, ez 2008-at írunk, és odaálltam, aztán lesz, ami lesz. Mentem előtte párszor hosszabb bringázásokat, meg többet futott. Hát a futómúltam azért az volt, mert ugye többször futottam maratont is, tudtam, hogy ott mire számítsak, de azért egy Ironman-en maratont futni teljesen más, mint simán maratont futni, ezt is el kell mondani azért. És akkor odaálltam, és tudtam, hogy a Harsányi Zsuzsi akkora egymás után többször nyerte, hogy megpróbálok a Zsuzsival távolságot tartani és figyelni őt, és így is történt. Maroti Willivel úsztam, és az nagyon jó volt, mert a következő években is, meg korábban is mindig a Willi lábvizét választottam, és már tudta, hogy ott vagyok mögötte. És akkor jól ment a bicikli is, leszálltam a bringáról, egy kisebb depózási időt azért bevállaltam, egy jó 8 percet, azt nem tudom, mit csináltam így elsőre. Megigazítottad És a sminkedet. valószínűleg. És aztán nekiálltam a futásnak, és sose felejtem el, hogy a Major Józsi nyerte abban az évben, és jobban voltam a Józsikával nagyon, és jött szembe velem, és integetett, hogy lassan, lassan, lassan. Mondom, jó, hát én jól érzem magam, de majd meglátjuk. És hogy nem volt holdpont nyilván, de olyan flóba kerültem, és olyan jól éreztem magam, hogy aztán ez egy 9.38 lett így elsőre. Az elég szép. És akkor utána elkezdtem gondolkozni, hogy na, akkor lehet tovább, és akkor csináljuk, menjünk. De aztán jött egy olyan lehetőség, hogy ki tudtunk menni Erával Hawaii-ra, hogy megnézzük, ő akkor profiként indult, és kimentünk megnézni őt, mint néző, csak néző. És ott derült ki, hogy már terhes vagyok. Úgyhogy így ezek az álmok, és az, hogy ott voltunk Hawaii-on, nem tudtam tovább álmodni ezeket a dolgokat, mert ugye jött az első kislányunk. De akkor egyébként úgy voltam vele, hogy én aztán biztos nem ebben a melegbe, szélbe, ezt a sok hülyét itt meg. És úgy voltam vele, hogy jó, majd lehet, hogy egyszer. És vettünk 2 darab karkötőt, mindegyik ilyen triatlonos karkötő volt, úszó, futó, bringás, és én azt felraktam az egyiket a kezemre, és ezzel éldegéltem, gyereket neveltem, edzegettem, aztán megszületett a második kislányunk is, és itt kimaradt egy jó, hát négy év. De a szüleimnek köszönhetően rengeteget segítettek, és amikor aludtak a gyerekek, akkor én csak nem bírtam magammal, újra elindultam futni, bringázni, akkor már reggelente le settenkedtem úszni is, és akkor újra kezdtem jól érezni magam, és akkor jött az ötlet, hogy mindig rajta volt az a kárkötő, a kezemen nézegettem, hogy az Isten itt neki, ez itt van. És akkor is már csináltam féltávokat, egész jól, meg kezd hely,
azt hiszem már talán Tata is volt akkor, és úgy jól pöttyögtem, vettem egy biciklit, egy komoly biciklit, ami egy időfutam bicikli volt, na hát az onnantól kezdve egy más dimenziót nyitott számomra. Az előző, amikor Nagyatádot nyertem, akkor Erától kaptam egy Koratek biciklit, amivel ő ment még előző évben Hawaiion, hát már az is egy más dimenzió volt, de vettem aztán saját magamnak egy biciklit, egy Fuji időfutam biciklit, és onnantól kezdve már wattmérés is volt, és tényleg elkezdődött a komolyabb munka, mert úgy gondoltam, hogy újra megpróbálom ezt az egészet. Azért gyerekek mellett nehéz volt, Ekkor kiírta de neked az edzéseket, hogy saját magadat edzed? nem, Kósutás László a futóedzőm, és Szentesi Balázs volt a másik edzőm, aki koordinálta így a három sportágat egyben. De aztán egy idő után már pontosan emiatt, hogy így saját magamat éreztem, hogy mi az, amit tudok, mi az, amit nem tudok, volt, hogy így átterveztem egy kicsit a dolgokat magamra. Már volt annyi tapasztalatom, meg közben elvégeztem egy iskolát is hozzá, úgyhogy aztán így ilyen hármas koprodukcióba. Én is belekevertem, ők is belekevertek, megbeszéltük, átbeszéltük, úgyhogy így. És akkor jelentkeztem Klagenfurtba, persze azt is az utolsó pillanatban, mindent az utolsó pillanatban, és nem volt már hely, mondták, hogy hát sajnos nem időbe jeleztem, és én valamikor ugye nyáron már megnyitják, és akkor be is telik. Én meg decemberben szóltam, hogy én szeretnék, mondták, hogy köszönjük, de nem. És aztán jött az ötlet, hogy oké, akkor próbálj meg Frankfurtot, de az meg az Európa-bajnokság volt, de ott se volt hely, és akkor van egy ilyen lehetőség, ami plusz pénz nyilván, hogy ilyen Nirvánán keresztül jelentkeztem, és akkor úgy indultam el az EB-n, Ez mennyi a pénz volt akkor, bocs, Réka? Akkor mennyit harmadik. kellett fizetned? Majdnem csúnyát mondtam, de sokat. Nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy rengeteg pénz volt, ráadásul, ugye nem is választhattam saját szállást, hanem ők határozták meg, hogy milyen szálláson kell, adtak egy, mit tudom én, egy 15 opciót, és azok közül kellett választanom, és ott kellett megszállnom. Hát az egész sok volt, ráadásul az autónk az bedöglött, mikor mentünk kifele Frankfurtba, úgyhogy autót kellett bérelni pluszba, akkor azért így óvatosan előre már feltöltöttem a kártyámra a slotnak az árát is, mert ugye azért is kellett fizetni. De akkor abból fizettük az autót, hát mondom, ebből mi lesz, menjünk haza a francba, de aztán csak ott álltam a rajtnál, szakadt az eső, és jól csináltam, mert én szerintem, mert be kellett volna állnom az 1 óra és az 1 óra 10-es úszók közé, de beálltam az 1 óra alattiak közé, mert ilyen rolling start volt, és akkor én az elejét sose tudtam elkezdeni, és jó volt, mert lemaradtam a gyorsúszóktól, viszont jöttek hátulról. Na, akkor én lábvíz. Úgy hívtak az uszodában, hogy pióca, mert csak lábvízen tudtam úszni. Ha előreállítottak, akkor belassultunk, viszont hogyha lábvízen úsztam, akkor azért az ment. Na, és akkor ott úsztam egy 56 percet, és a bringán végig szakadt az eső Frankfurtba, a pálya, hát egy jó pálya szerintem, egy gyors pálya egyébként, arra már nem is emlékszem, hogy 5-10-en valahányat tekertem, és akkor futottam rá egy 3-20 belülit. De az a baj, hogy nem, egyszerűen nem tudod, hogy hol jársz, tehát hogy a itthonról a veszprémi haverok írták, hogy hányadik helyen vagyok, és úgy mondták be a többiek,
hogy első helyen vagyok, de nem frissült olyan gyorsan a program, és akkor fogalmam nem volt. A profik között 8. lettem, és már ugye együtt indult mindenki, és akkor a saját... Jaj, várjatok. Na, az autó átállt ekonomi üzemmódra. Igen, lehet. És akkor és akkor megnyertem a saját kategóriámat, a 35-39-es korosztályt, és akkor Európa bajnok is lettem igazából így. El is vittek dopingvizsgálatra, és aztán megkaptam a szlottot. Itt két nő kapott összesen szlottot. Pont a tegnap előtt hallgattam a Trixinek a kis veled általatok készített podcastjét, és ha ide kattintotok, akkor meg tudjátok nézni a Trixis videót. Igen, nagyon jó volt egyébként, mindenkinek ajánlom. Szóval pont ő is elmondta, hogy ugye nagyon kevés slottot adtak, tehát azért akartam Klagenfurtba menni, mert ott több volt, azt hiszem 3 akkor, és Frankfurtba csak 2-t adtak. Na de mindegy, meg lett, úgyhogy hál' Istennek. És akkor utána már csak nyílt út volt Hawaiig, és ugye már másodszor mentünk Hawaiira, már azért kicsit tapasztaltabban, így, hogy már egyszer láttuk. Hát az egy hatalmas élmény, hát erről órákat lehet beszélni, ugye a Trixi is rengeteget beszélt, és jó volt hallgatni, kicsit... Igen, és gondolj bele, hogy az a vágott anyag volt. Ja, hát csak képzelni. Igen. Most követett ki minket a Trixi. És az volt, tehát, hogy a kis karkötőmet elvittem, még mindig a kezemben volt, csináltam is egy képet róla, és viszont azt elhagytam direkt a pályán, amikor versenyeztem, hogy azt ott hagyom. És aztán felraktam a másikat, úgyhogy az még megvan. Lehet, hogy még egyszer kirándulóként vissza kell mennem, hogy ezt a kis karkötőt, a második karkötőt visszavigyem. Hát most már kezdem rosszul érezni magamat, nem? Te Krisztián, te nem vagy vele, így, hogy mi még nem jártunk Hawaiion? De kimehetünk ma nyaralni, látod, ezt ki kell menni nyaralni, utána meg kapsz egy szlottot csak, vagy egy-kettő bot lesz a kategóriában, aztán hajrá. Nem olyan nehéz, csak mi hisszük annak, hát lát, fél, hogyha régen... Minden is fejben dől el. Hát hogy? Sok minden fejben dől el, de azért azt nem mondanám, hogy olyan egyszerű a dolog, mert az, hogy én azóta az összes órámat eladtam, hogy érezzétek. Nincs wattmérőm, pulzusmérőm, semmilyen órám nincsen, mert azt az időbeosztást, amit végig kellett játszani, az senkinek nem kívánom. Úgyhogy dolgoztam mellette ugye a háztartása. De nyilván én akartam, én választottam, az ember nem panaszkodik. Eldőlt, így volt, rengeteg segítséget kaptam, és rengeteg támogatást, úgyhogy ez így sikerült, és így alakult, és így volt jó. Iszonyú sok nehézség állt az utamba, akkor többször összetörtem magam, elütöttek, kiment a bokám, szóval ezeket az ember, és még akkor is azt mondtam, hogy de azért is, és mindenen át, és kijutok, de megérte, és jó élmény volt. Azt viszont, amikor ott voltunk, és mindenkitől kaptam a posztot előtte, meg rám írtak, hogy csak élvezned kell, és hogy csak át kell élni, és már ez csak haba tortán. De amikor bringán úgy fújt a szél, hogy sírógörcsöt kaptam, hogy most beesek a lávába, akkor gondolkoztam így magamban, amikor így mentem, hogy ki élvezi ezt, senki? Ez egy borzasztó élmény.
De aztán a Ég, ezt nem futás... lehet élvezni. Azt mondd meg őszintén, hogy egy Ironman-t nem tudsz, igaz? Na. Ne. Én azt gondolom, hogy én egy... Hogy mondjam ezt, hogy szépen fogalmazzak. Lehet nem szépen is, nyugodtan bármi. Azóta én nem tudok egy versenyt sem úgy élvezni. Én vagy odarakom magam, vagy nem. Vagy meghalok a pályán, vagy nem. Úgy utáltak mindig a szüleim eljönni a versenyre, mert mintha nem is a gyerekük lennék, rájuk sem néztem. Én nem is tudtam, hogy ott vannak. Észre se vettem őket. Farccal, egy mosoly nélkül. Átkapcsoltál részüzemmódba. Anyázva, letolva a pályáról, aki ott. Tehát, hogy borzasztó, tehát nem tudok ilyenkor másképp, csak cső. És most is az van, hogy azért kellett abba hagyni, és azért jobb így, mert már muszáj volt, mert sok volt az edzés, a rengeteg feladat, és ha most is elindulok versenyen, mindig mondom előtte így, nagy bohókáson, majd emlékezetből. Ja, csak közben meg az agyamat nem tudom kikapcsolni, és akkor bekattan, na, azt még ott meg lehet csípni, és akkor teljesen, de úgy, és másnap rotty, tehát meghalok, meg még egy hétig úgy. De hogy ezt nem lehet élvezni. Utána élvezi az ember, hogy túl van rajta, meg sikere van, meg tényleg túl teljesítettem magamon, meg jó időeredményem volt, meg megnyertem a versenyt, én ezt imádtam benne. De közben az aszfaltot fölnyaltam, csak hogy minden úgy sikerüljön. Tényleg, én tök sokszor volt olyan, hogy láttad azt a szép kis templomot bringa közben? Itt jártunk? Ez a gőzöm nem volt, tehát hogy semmi. Mindig ezen Én nevettem. ugyanígy voltam Kaplonban, amikor indultam a féltávon, hogy tényleg egy tök szép helyen megy át a bicópálya, meg minden. Figyelj, fura nem emlékszek semmi. Az aszfaltot néztem, a hegyet, hogy fölmegyek, ott tudod, lefele meg tolom neki, mint a csa. Én nem nézem a tájat. Én is olyan vagyok, lehet, hogy mint Terék, hogy én szeretek versenyezni. Én mindig azt nézem, ki van előttem, és aki előttem van, azt meg kell előzni. Szóval át tudom érezni az úgymond a kis gondodat, hogy ez mekkora megpróbáltatás, de valahol szerintem ebben a sportban pont ez a jó. Ez is jó, Hát nem? Na igen. figyelj, nézzünk bele egy kicsit a klubba, ahol te Ja. tevékenykedsz, mert ugye azért gondolom, egy klubot azért más vezetni, mint egy autót. Ott azért van felelősség, és mondjuk egy klubot, a tieteket, mennyire könnyű vagy nehéz fenntartani, vagy ez mivel jár? Igazából az egészet én úgy kezdtem el, hogyha szabad újra így visszamenni, hogy értsétek. Amikor megszülettek a gyerekek, akkor ugye elkezdtünk edzegetni, vittem magammal őket a stadionba, és akkor ott elkecseltek mellettem, de hát aztán ugye nőttek, akkor kiraktam zsámolyt nekik, meg ugorjatok, meg mit tudom én, fussatok 3 kört, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy ja, hogy annak a gyereke is már itt van, meg annak a gyereke is, meg annak a gyereke is, és akkor már kis edzést tartottam nekik, és akkor így indult ez az egész sztori. És amikor befejeztem, akkor már egyre többen, mármint a Hawaii-on befejeztem, meg a pályafutásomat befejeztem, akkor egyre többen kerestek meg szülők, hogy foglalkozzak a gyerekekkel. Először ovistornával kezdtem, aztán utána már ezek az ovisok iskolások lettek, akkor jöttek még ovisok, és aztán van olyan kisgyerek, aki már 10 éve jár hozzám, és elkezdte a triatlont, de igazából az egészet a saját gyerekeim miatt kezdtem el, és akkor így egyre jobban kinőtte magát, akkor elkezdtem felnőttekkel is foglalkozni. Most is írok edzésterveket felnőtteknek, és nyilván ők velük nem napi szinten foglalkozom, hanem követik az edzés programot, és egyeztetünk folyamatosan. Hát
Az a maga az egyesület aztán később született, van nekem egy anyaegyesületem, ugye a VTE, és akkor onnan, és én mindig most is VTS vagyok, és onnan én a gyerekekkel kiváltam, hogy csak gyerekekkel foglalkozzak, és így lett a Spirit SC, nagy budapesti Spirit SC-n belül a Veszprémi Spirit SC. És van nekem egy jó barátnőm, a Zsófi, a Somogyi Zsófi, aki Tacskós, segít. igaz? A Igen. tacsics Zsófi. A triatlonosok csak úgy ismerik. Igen. És Zsófi rendezi a végül is az adat oldalát, hogy így mondjam, én meg a gyakorlati oldalát, én tartom az edzéseket, és próbáljuk építgetni a csapatot. Én úgy próbálom az egészet, hogy jól érezzék magukat, nem feltétlenül az a célom, hogy versenysportolók legyenek, szeressék meg, ahogy az elején is mondtam, legyen egy jó társaságuk, barátok, és mozogjanak. Három sportág, valamelyik biztos, hogy megfogja őket, és szeretni fogják. Mondom, nem az a legfőbb célom, hogy versenysportolók legyenek. Nem is járunk annyira sok versenyre. Erikával még azóta is ugye megvan a barátság, és ő is ugyan hasonló cipőben van, ő is próbálja átadni a tudását a gyerekeknek, és össze szoktuk hozni egy évben egyszer őket egy edzőtáborba, vagy versenyeken találkozunk, és jóban vannak a gyerekek, szóval igazából ez egy jó társaság, most már szülők is kezdenek bekapcsolódni ebbe az egészbe, próbálunk programokat szervezni, és akkor így jött ez a, hogyha előre haladhatok, ez a verseny is, hogy... Pont most akartam kérdezni, hogy ismerd meg a triatlon versenysorozattal kapcsolatban, de akkor megelőztél, úgyhogy akkor... Megbeszéltük, hogy kellene egy versenyt csinálnunk, és akkor, hogy hát itt a Balaton, menjünk a Balatonra. De én már többször részt vettem versenyszervezésben, mert hát indultam is egy csomó ilyen balatoni versenyen, és életveszély. Tehát a mai közlekedés és balatoni forgalom mellett nyáron, tök jó, hogy ott a Balaton, de az emberekkel nem lehet dőlőre jutni, és azt találtam ki, hogy Veszprémbe megépült egy új úszoda, hál' Istennek, és amit nagyon szeretünk, eddig Füszfőre jártunk, azt is nagyon szerettük, de ez a Veszprém úszoda közelebb van, és miért ne használjuk ki? És ezért lett egy úszodás úszás, és egy sprint táv val kezdtünk, aztán majd ugye ez volt tavaly az első verseny, ez jövőre még akár tovább is fejlődhet, hogyha akarjuk. Úgyhogy itt aztán rengeteg segítséget kaptunk pontosan a kis csapatunktól, a barátok, a szülők, szülőket állítottuk ki a körforgalomba, nagyon lelkesen söprögettek, meg irányítottak, meg a medencébe is őket raktuk egyik oldal, másik oldal, számolták a hosszakat, úgyhogy egy jó kis társaság, egy jó hangulatú verseny volt, így elsőre nyilván nem mondom azt, hogy hú de sokan voltunk, nem is volt jó idő, de tényleg elkezdtük, megtapasztaltuk, idén szerintem már ügyesebbek leszünk, és idén mikor lesz? Május 26-án lesz. Át kellett raknunk, mert ütközött versennyel, másik versennyel, de azt gondolom, hogy ez a május 26 is jó lehet még. Mostanában a június olyan esős, esetleg az úszoda az még jól is jöhet, meg a Balaton sem biztos, hogy olyan nagyon meleg. És ugye az a baj, hogy május elején, ugye ez utánpótlás verseny is, a gyerekeknek nincs neoprénje, tehát az a Balatonban azért necces neoprén nélkül. Lehet, hogy már május végén jó, de tavaly május közepén volt, azért az rengeteget számít, az a 2 hét is.
A bringa az merre fog menni, mert az, ha jól tudom, ott az úszoda mögött van a bicópálya, Hát igaz? igen, pont tavaly előtt decemberben adták át egy új, hát egy ilyen körgyűrűnek mondható útszakaszt, ami teljesen új aszfalt, és hát több körös, mert másképp nem tudtuk megoldani. Én le akartam záratni a 8-as, de azt mondták, hogy azt azért felejtsem, pedig tök jó lett volna. Nem sértem, hogy miért. Hát én nagyba gondolkodtam, mint versenyző. És mondták, hogy azért az erős, és ugye az már a magyar közúthoz tartozik, itt meg a várossal meg tudtuk beszélni, itt nyilván kellett csinálni úttervet, és a rendőrséggel közúttal leegyeztetni ezeket már tavaly megcsináltuk, úgyhogy idén könnyebb dolgunk lesz. A város az Mennyire mennyire volt volt fogam? Rugalmas? Segítőkészek sokat segítenek, ugye ismernek régről engem így a versenyzői múltamból, úgyhogy mindenkivel kicsi város, sok az ismerős, sok a barát, úgyhogy tényleg jól együtt lehet működni. Bürokrácia az mennyire van jelen? Tehát sok Az bürokrata dolgot kell? azért az van, azt Akkor abban próbáljuk. soha nem változunk. Nem. Tehát el kell fogadni, mindig ahhoz kell alkalmazkodni, ami van. Úgyhogy így állunk a dolgokhoz, reméljük, hogy még többen jönnek, mint tavaly, és még jobb kis versenyt tudunk rendezni. Illetve nem csak a város segít, hanem mivel ez egyetemi bajnokság is, úgyhogy a Veszprémi Egyetem is segít a szervezésben, velük is felvettük a kapcsolatot, tavaly is így volt, úgyhogy ennyi. Milyen létszámlimitetek van? Ugye az úszoda miatt ugye kell egy létszámlimitet tennünk, mert 10 pálya, mondjuk 10 pálya van, nem, vagy 8 pálya van, és mondjuk minden pályán úsznak 10-en. Tehát, hogy valahogy úgy tudjuk megoldani, hogy 80 fővel számoltunk, de szakaszosan vagy a korosztályt húzzuk majd meg. Tavaly egybeindult mindenki, de hogyha túl sokan vannak, akkor tudunk rajta variálni, hogy külön a nők, külön a férfiak, külön a szeniorok esetleg, tehát hogy azért ez rugalmasabb. Réka, figyelj, vannak különben szponzorok, akik ebben segítenek, vagy ezt ti próbáljátok intézni, vagy van mit tudom, egy olyan cég, aki mögétek áll, és azt mondja, hogy itt van X összeg, vagy frissítés, vagy bármilyen, aki segít nektek? Ezeket a szponzorokat, ezek folyamatban vannak, nem tudok így előre szponzort mondani, és nem is akarok. Folyamatban van az ügy, és dolgozunk rajta, hogy... Ja, én azt hallottam, hogy a Maurten és a Santini lesz a szponzorotok, igaz? Igen. És Prodeno is jön, indul. Segítő lesz, nem? Majd ő húz ki a vízből, hogy ne. Igen. De meghívhatjuk a Riffet is, nem tudom, majd eldöntöm. Most már nyugdíj vagy, nézem. No, hogy pontosan. Most idén még versenyzik, aztán abba hagyja ő is sajnos. Pont jó, hát erre is jön úgyis. Elvesztek. A 24-es tervekről tudsz még beszélni? Hát ha találkozunk veled valamelyik versenyen, vagy most már tényleg felhagytál a versenyzésre, vagy azért még motoszkál benned valami, ahogy... Hát minden évben motoszkál, persze, és akkor még jó, majd emlékezetből. De azért utolsó percben úgyis benevezel valahova, nem? Mindig az utolsó percben, igen, tehát tényleg így van, hogy na, most oké, akkor. Csak most már nem lehet, mert azért az ember pénztárcája. Igen, azokat rendesen fölemelik, pedig amúgy tök jó lenne szerintem. Hát most hol tudom eldönteni novemberben, hogy következő év augusztusában hol leszek, mit fogok csinálni? Hát igen, aki céltudatos, az tudja. Jó, aki persze. Meg próbálkozik emlékezetből, az csak így hopp, beugrik. De volt olyan, hogy kitaláltam, hogy na, Tabra elmegyek, már indultak tanítványok, és akkor
gyorsan ott reggel összeszedtem magam, és akkor elindultam. Tehát vannak ilyenek, majd kitalálom még, hogy hogy áll, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Meglepetés lesz. Réka, figyelj, mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Én és hogy köszönöm szépen. fogyasztottad az autónak az aksiját. Lehet, hogy nem Hello. indul. Meg Valaki a kell Réka közelébe jár, akkor vinjen egy aksit. Köszönjük szépen. Figyú, én nem tudok sajnos indulni, mert 23-án éppen műtik az arcomat. Azta. Aztán, de Lejjebb vesznek annyira belőle, nem. Krisztián, vagy mi? Igen, az egyik fogamtól megszabadítanak, egy kedves ismerősöm is ott lesz. Viszont én 26-án biztos elmegyek, aztán azért megnézem, hogy milyen az a verseny, meg biztos, hogy jó móka. Várunk szeretettel mindenkit is, téged is, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem veletek, és mesélhettem a rohanós életemről itt a Köszönjük, kocsiba. hogy itt voltál nálunk. Srácok, ti meg csekkoljátok le a Facebook oldalunkat, iratkozzatok föl, találkozunk a következő részben. Szevasztok!